Eladta magát. Dollármilliókért. Ja. És mekkora hazugság, hogy eladta magát. Ja. Senki nem olcsó, mert semmiféle vakcinálva. Menjél innen! Oltás ellenes hülye. Az influencerker és a koronavírusban a legnagyobb hatásos. Hát... Nem elég, hogy az XR TV-t már 25-ször büntették, és mi lett az XR TV-vel? Megszüntették. Ja. Eladtad magad? Mennyiért adták el téged? Szégyed magad? Kamu terméknek adtad el magad? Agymosást csináltál magadon? Következő kiknek fogod eladni magad? A kereskedelmi tévéknek? Influencer és az egyenlő agymosás. Szóval ennyi, ilyenek az emberek véleménye. Hát ja. Hát ja. Eladta magát. Legalább az emberek megmondták magukat, hogy... hogy Péternek semmi keresőjük nincs a városon. Vagy a városban. Hát ez az. Spritli influencerek! Egyébként Hali. Polgármester. Az egyik alkalmazottom is influencer lett. Mi a fene? Elég, hogy Tamás lett ma az influencer. Lehet azért kell az influencereknek, meg lehet, hogy büdös a munka, de a pénzet imádják. Hát lehet, hogy ez az... Amitán az gyerekeknek büdös a tanulás, az influencereknek csak büdös a munka, csak a pénz kell nekik. Aha. Pont te beszélsz, amikor te YouTube-oztál. Csak voltam YouTuber, hát... Semmi jelentősége nincs. Annak, hogy... Persze nem vagyok olyan hülye, hogy adjam el magam, mint Tamáska tette most, hogy eladtam el. Hát... Hogy van persze ezt csinálni? Hogy másoknak adja el magát. Jó, de még zsákruplére vagyja el magát, hát. Tudod, mi a következő sorsú? Az influencereknek? Mi az? Betörnek a kereskedelmi televízióba, és még jobban jelentéktelen selejteket csinálnak belőlük. És ez fog várni, a Tamás valahol egyszerűen be fog futni. És... És nagyon eladta magát.
6000-ért eladni magát, már nem is 6000-ért, dollár euróké. Azaz több millió forintot kap. Átlagos, hogy itt egy átlag ember fizetése. Hát ez az. Valahogy meg kell állítani, hogy betörje a kereskedelmi tévébe. Hey ho mindenkinek! Tamás! Azonnal hagyd fel az influencerkeréssel! Már késő? Ezt hogy értsem ezt? Mert már betörtem a kereskedelmi tévébe. És a riportom hamarosan le fogják adni. Rohadt életbe. Ostobák! Na én megyek tovább dolgomra. Nem lehet az, hogy ez egy influencer járvány? Hogy érted, hogy influencer járvány? Pont úgy, ahogy érted, influencer járvány. Most nem elég, hogy a városunkat egy gonosz bűnbanda fenyegette meg, leszámolták, most egy influencerkedés. Ezt valahogy meg kell állítanunk. Nem mehet így tovább.